Hová, hová, kis lelkem? Már látom, uram, már megint nincsen itthon. Dolgozik, én is a munkába megyek éppen. Jaj, lányom, hát látom, hát ez a baj, sosem vagytok együtt. A Julikának meg látom a Facebookon, azt jön a gólya, nektek hogy lesz így gyerek? Juli már az érettségi előtt is terhes volt. Mindenkinek más célja van az életben. Na, mert a karrier meg a pénzhajszolás, azt elmennek az évek. Ebben az időben az gyerekeink már iskolások voltak. Ez azért nem ilyen egyszerű, sokan küzdenek sok problémával. A beteg vagy, olyan soványka vagy, bezzeg, amikor ide költöztél, mondtam is a Terinek, hogy olyan kis gömböc voltál, fő se férti a kis elektromos kerékpára. Vannak problémáink, de nem érik ilyet kérdezni, Manyi néni. Á, fiam, lehet megcsal az urat, ám már nem tud szűni. Nem azért vettem, nem vagyok gyerekgyár. Na, bezzeg a Júlcsa, azt tiszteli az urát, nem tudt volna szűni, biztos a Dunába ugrik, azt a szüleid mit szólnak ehhez? A szüleim szerint nem való ebbe a világba gyerek. De néni kérem, ez nagyon privát kérdés. Válatlanok vagytok ti fiatalok, csak a munka, a szex meg az alkohol. Bezzeg az én időben az édesanyám nézte meg a nácika után a lepedőt. Nem azokat az időket éljük, amikor számít, hogy házas az ember, sajnos. Látom, már nagyon topogol, erigyi, aztán majd ezt, hogy elfel egy kis vermutra. A kurva anyádat. Csokrom, Manyi néni. Teri! Teri! Itthon vagy, gyere már ki egy picit! Na mi van már? Mi történt? Hát te hogy az anyában nézel ki? Épp a Cindy Crawfordos tornázós videót vettem fel, amikor beordítottál. Neked is inkább mozognak ki rajta a válad a töpörtőt. Hagyjad el, te is bulondul vagy, mesélek ott, hogy hú, gyere! Hát tudod-e, hogy a kis szomszédjánkő nem esett-e hörbe? Ó, szegény asszony! Biztos titokba elkötette magát a férjúra. Tele pont ez volt a Rosalindába. Én megmondtam neki magáért, hát ismer szégyen. Azért óvatosan avatkozz el bele a dolgukba. Múlkor én is csak úgy látom, kim vannak, aztán oda sonfordáltam, azt mondtam nekik, hogy szerintem nem úgy kellene teregetni, mert a feng shui szerint ez nem jelent jót. Ezt elhajtottak. Hát ezek a mai fiatalok milyen szemtelenek, én a Terikém. Ha van egy kis konyakod? Na gyere, mondjuk, ha megnézzük a kredencet.